Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Megnézzük, hogy milyen az energia pénteken, szombaton és vasárnap. A pénteki nappal oldalon látható felül ez a lovas férfi. Látható, hogy itt lesz mozgás. Ez a férfi közeledik hozzád, de úgy félretekint, odafigyel más dolgokra is. Sőt, a ló is hátrafele tekint. Valamit még rendeznie kell maga körül. Vagy a múltjáról van szó, vagy vannak külső befolyások, amit el kell még intéznie. De látható, hogy jönni fog. Ott alul a kezébe veszi ezt a botot, tehát kezébe veszi a dolgokat, intéz mindent maga körül. Azon kívül itt ez a bot jelenti a tűz elemét, és a tűz eleménél bátorságról van szó, lelkesedésről van szó, szenvedélyekről van szó, kimutatja a bátorságát, kezébe veszi a dolgokat, és cselekedni fog. Ott alul, jobb oldalon, újra ő látható, ezúttal a kard van a kezében. Ezzel a karddal el tud vágni valamit, le tud zárni bizonyos dolgokat, vagy átteszi magát a félelmeken. Amit a kard még jelent, az a levegő eleme, hogy megvan a szabadság érzete, vannak nála ötletek, meg tervek, látható a könnyűség, és a levegő eleme jelenti a kommunikációt is, hiszen ő közeledni fog hozzád, és szeretne tisztázni veled valamit. A szombati nap középen látható. Ott felül megjelenik, mint egy király, és uralkodik a víz eleme felett. A víz eleménél érzelmekről van szó. De nem cselekszik ezúttal, amikor érzelmekről van szó, hanem vannak elvárásai, hogy te dicsért őt, felnéz rá, mint egy királyra, és mutasd ki te az érzelmeidet. Emiatt vannak nálad korlátozások, mert pontosan ez az, amit nem akarsz kimutatni, hiszen nálad is vannak elvárások, hogy ő beszéljen érzelmekről, meg tervekről, ő közeledjen hozzád. A te hozzáállásodat alul látjuk, ott melletted a kardok úgy néznek ki, mint egy kerítés, tehát az ő tartása, ez a visszahúzódó tartása korlátoz téged, vagy megbánt téged. Itt lesz ugyan egy fordulat, egy új kezdet, de ez megnehezíti a lépéseidet, a döntéseidet, hiszen te is egy királynő vagy, és te is ki akarod mutatni a büszkeségedet, és nálad is vannak elvárások, hogy ő is megbecsüljön téged, hogy közeledjen téged. Nálad a bot látható a kezedben, és ez jelenti a tűz elemét, és a tűz eleme az utal a te bátorságodra, a lelkesedésre, a szenvedélyekre, tehát megvan a bátorságod ahhoz, hogy kimondd a véleményedet, és ne engedd azt, hogy ő lekezeljen téged. Itt nem csak adni kell, hanem kapni is kell. A vasárnapi nap az jobb oldalon látható, ez a férfi irányt változtat, az látható ott felül, itt vagy munkáról van szó, vagy az anyagiakról van szó. Itt a múltban voltak nehézségek, nem tudta, hogy
ott maradjon-e a munkahelyén, vagy legyen-e egy munkahelyi változás. Lehet, hogy ott is kihasználták őt, hiszen látható Justícia istennő itt a kivetésnél, és az mutatja az igazságtalanságokat is, és ezeket kell rendeznie, hogy megkapja a jogát, hogy legyen igazság, különösen ami az anyagiakat illeti, vagy a munkáját illeti. A párkapcsolatban az érmék, azok jelentik az értékeket, a belső értékeket is. Itt olyan, mint egy zsonglőr, itt játszadozva kell majd intéznie a dolgokat, de nem engedi azt, hogy mások kihasználják őt. Vagy ha nem érzi jól magát a munkahelyen, akkor egy új irányba tekint, és az azt jelenti, hogy akkor lesz egy munkahelyi változás nála. Justícia az utalhat igazságtalanságokra, amit ő rendezni fog, vagy jelentheti azt is, hogy van egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, ahol őt igazságtalanság érte, és pontosan ezt lezárja, vagy ezeket a dolgokat rendezi, mert erre kell most odafigyelnie. Itt hétvégén arról van szó, hogy vannak még igazságtalanságok, vagy úgy érzi, hogy nem kapja meg az elismerést, vannak elvárásai, de ne alászkodj meg előtte, hanem mutasd ki a bátorságodat, és nálad is vannak elvárások. Az lenne a fontos számodra, ha nyitottabb lenne érzelmekről beszélni, ha lenne egy közös terv, egy más irány, ha lennének változások, akkor is, ha kezdetben vannak még nehézségek, de azt közösen meg tudjátok oldani. És ha ő nem érzi jól magát a munkahelyén, mert nem kapja meg az elismerést, mert kihasználják őt, akkor a megoldás az, hogy tekintsen egy új irányba, és keressen egy új munkahelyet, a lehetőségei megvannak. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderrel!